Szóval valami egészen, tehát ez olyan élmény volt, ez egy benne ebbe a terembe, egy akusztikusan beül az ember egy nénnek a házába, és mondták, hogy majd mindjárt jönnek a többi asszony, mert akik középen vannak, egy házas pár, és náluk vártam a többieket. És akkor pakoltam föl, és akkor egyszer csak megszól egy ilyen zene. És akkor onnantól kezdve elkezdett érdekelni, hogy ez mégis, ez a minőség, ez hogy? Ez tényleg a semmi közepén, nincs egy kulturális támogatás, meg semmi nincsen, ugye. Itt az van, hogy ezek az asszonyok, ezek maguk tartják ezt a minőségű éneklés felett, és ez hogy az égbe van. És akkor ez ugye az első alkalom, amikor volt, azóta már többször voltam a faluban, akkor így sikerült kibogózni egy pár dolgot, hogy ez így hogy tudott ilyen minőségben fennmaradni, ilyen éneklés. Ugye tényleg, tehát gondolom, azt nem kell mondanom, hogy ezek paraszt emberek, rendesen földműves emberek, földművelésből élnek. A középső asszony egyébként ennek a falunak a tanárnője. Ez végig látszott is rajta, egy ilyen nő volt, végig ilyen nagyon távolságtartó, de egy nagyon kedves nő volt, és elég nagy tudása volt, és ő elmondta ennek a történetét ennek a falunak. Azt mondta, hogy gyakorlatilag arról volt szó, hogy az 50-es években Kijevből, az Kijevi Zeneakadémiáról véletlenül errefele kirándult az egyik oktató, és bement az asszonyokhoz a faluba, és meghallotta, hogy énekelnek, és mondta nekik, hogy ilyen gyönyörű éneket ő még életében nem hallott. És ennyi, több kapcsolatuk nem volt, el is ment, és az asszonyok mesélték, hogy tehát nálunk idősebb, egyedülősebb generáció volt, az egyik asszony, az, hogy is mondjam, így tudatára ébredt ennek az egésznek. Hát az van, hogy ők ezeket a dalokat úgy énekelték olyan természetességgel, mint ahogy mi levegőt veszünk, ők nem gondolkodnak azon, hogy ez ilyen jó vagy olyan jó. Egyszerűen azért éneklik, mert a nagyszülők is énekelték, az anyuk is énekelték, és egész egyszerűen ezeknek a balladáknak a szövegén keresztül, vagy szomorúságán keresztül, vagy akár vidámságán keresztül tartják karban a lelküket. Tehát, hogy az egyik asszony nekem mondta, hogy az van, leülnek, ezeket a nagyon szomorú dolgokat eléneklik, és akkor egész egyszerűen pityereknek, sírnak egy kicsit, aztán utána hazamennek, és megkönnyebbültek. És ugye az érdekes ebben az egészben, hogy ezek a balladáknak az egészen rémisztő és egészen sötét szövegei, azok olyanok, amik mondjuk mint egy olyan beszélgetés, mint egy barátunkkal ülünk len, és hiába, hogy nagyon jó barátok, nagyon ritkán jutunk le arra a szintre, hogy igazán izgalmas, igazán mélyreható beszélgetésen menjünk keresztül, és akkor is van olyan, hogy reggel fölkelünk, és vagy esetleg szívjeljük. Azt mondjuk, ezt nem kellett volna elmondani, így meg úgy, de közben kikívánkozott, mert hogy az van, hogy ezek a belső lelki problémáink. És akkor ez viszont, amikor ezekből a dalokkal közösen énekelik az asszonyok, ebben megvan az a történet, hogy az ember leül, egészen sötét szöveget, olyan dolgokat mondanak el, amit valójában mindenkinek a lelkében benne van, és közösségben igazából nem szégyeljük utána magunkat, mert ez egy dal, amiket elénekeltünk közösen. Pityergünk együtt egyet, és valamiért az egészet át tudjuk konvertálni a személyes problémáinkra. És akkor visszatérve a falura, mondták nekem, hogy ez a nő ez így tudatára ébredt, és akkor egyszer csak azt mondta a kórusnak, hogy hát írjuk le az összes dalszöveget, ami van. És az 50-es években leültek, és azt tudni kell, hogy az összes asszonyok, mint ahogy én is, itt egy pár asszonynál voltam már gyűjteni, mindenki fejből tudja a szövegeket, és azt mondják, hogy nem nagyon írják le ezt, ők fejből tudják, és ez így oké. Aztán valahogy, hogy valaki jön és gyűjt és leírja, de hogy alapvetően ők azt mondták, hogy ők minden fejből tudnak, és ők ezt nem írják le. És ez lehet látni, hogy mondjuk a többi faluban, ahol voltam, ott már ilyen töredékek vannak, mert hogy például ebbe a faluban, ahol leírták, nagyon sok ballada, nagyon sok téma, ilyen toposzkép végigment az egész területen, tehát találkoztam ezekkel a balladákkal, de már csak úgy, hogy a 2-3-4 verszakot énekelnek el, tehát a sztori felénél vége van. És azért, mert egész egyszerűen nem írták le, és elkezdték elfelejteni az asszonyok. Vagy csak már egy-kettő énekel, vagy tudja már, és akkor szóval igazából ezt nem akarják így végig énekelni. És itt viszont, pont azért, mert le van írva, végig az összes balladát, ilyen 10-15-20 verszakos ilyen zenék vannak. És ugye ez ilyen nagyon kiugró volt. És akkor, tehát ezáltal, hogy ő, ez az asszony elkezdte leírni, elkezdtek így tudatukra ébredni. És ők azt mondták, hogy mi innentől kezdve egy kórus vagyunk, és ez valószínűleg egy nagyon magas minőség, úgyhogy kezdjünk erre vigyázni. És akkor azáltal, hogy elkezdtek erre vigyázni, ebben a faluban lényegében most már ez a két asszony van, és a két férfi, akit láttak, azok ilyen hozzátartozók, de hogy az van, hogy konkrétan minden asszony meghalt, aki énekelt, ez a kettő van. És nekem vannak olyan felvételeim még, amikor ilyen 15-20-an énekeltek ilyen zenéket. És akkor nem az volt, hogy három szóban volt, hanem oktávokban egészen ilyen gigantikus hangzású szerzemények voltak. Ráadásul ami nagyon érdekes, hogy ritmusában is egyszerűsödött már mostanra, de hogy valami olyan bonyolult művek voltak, hogy ez valami egészen elképesztő. Tehát, hogy nagyon érdekes az, hogy egy emberi szó, egy emberi mondat, tehát hogy nem az, hogy pénzek, meg nagy infrastruktúra, egy emberi mondat annyira sokat tudott itt segíteni, hogy konkrétan ezekben a gyűjtésekben ez egy egészen más képet tudott mutatni, az, hogy kiemel egy zeneszerző egyszer ezt mondta. Na most egyébként, ami még érdekes itt, ja, nem,
mindjárt folytatom. Szóval középen ülő két ember, ők egy házas pár voltak, és egy nagyon szomorú történet. A kezdete az asszonynak a másik világháború megölték a két anyukáját és az apukáját, és ő elmenekült otthonról, ezt végignézte, és elkezdett futni. És futott át a földeken, és 20 kilométerre volt ez a falu, ahol aztán végül is leélte az életét. Futott a földeken, és középen ülő bácsi éppen kim volt. És látta ezt a fiatal lányt, 18-19 éves lány, ő futott, és mondta neki, hogy hova fut, mitől, és mondták, hogy előtti a szülő, és mondta, hogy akkor jöjjön be hozzájuk, ott lakhat náluk. Na és azóta élnek együtt. Mindjárt folytatom a videót tovább. Van egy ilyen kontakthívás probléma. Ha most jó lesz? Most jó. És... akkor még tovább mesélek róluk. És aztán az idős bácsinak egyébként lett két agyvérzése, és itt már úgy ültették be, hogy én hallottam, hogy már nagyon hamiskásan énekel, meg nem tudja követni a szöveget. Az asszony mondta, hogy nem, ő nem beteg, ő ide leül, és itt énekelni fog. És úgy csinálta végig a felvételeket, hogy valamikor nem énekel, valamikor... Jó, oké. Na, hogy folytassuk. Most ilyen mondtam azt, hogy ez a kultúrházas téma. Nagyon izgalmas volt látni azt, hogy hogyan próbálták a kommunizmusba ezt az egész rendszert úgy, ahogyan eltörölni. Tehát ugye arról van szó, hogy most ezt hallottátok, vagy hallották, szóval hallottátok, hogy ez a zene ez teljesen más, mint amit mondjuk milyen szovjet zenekén megszoktunk. Tehát ugye ami a legmeglepőbb volt legalábbis számomra, én tényleg arra számítottam, hogy megy egy ilyen nagy harmonikás őrület, mennek a nagy újogatások, és ehhez képest valami ilyen egészen elképesztően elmélyült, és teljesen már gondolatüzenet volt. Tehát aki zenész mondjuk, az hallhatta, hogy ez egy ilyen free hangsorból épült föl, ami eleve teljesen szokatlan, ez a ez ilyen spanyoloknál van, meg egy-két helyen, de nagyon, nagyon érdekes, hogy kerül ide free hangsora végre. Az összes poltávai dal, az gyakorlatilag ilyen free hangsorú, ezen sokat gondoltam, hogy hogy kerül ide ennyi free hangsor, mert hogy ez teljesen értelmetlen itt. És az a helyzet, ez a valahogy kozákföld volt, ez a Poltáva terület, és két oldalról volt közrefogva, egyrészt a moszkvaiaktól, és másrészt meg a tatároktól délen. Tehát valaha egyszer itt keresztül mentek a tatárok, aztán utána visszaverték, és itt kialakult a kozákföld. A kozákokról annyit kell tudni, hogy ez nem egy nép, hanem egy ilyen gyűjtőfogalom volt azokról az emberekről, akik ilyen jogon kívüliek voltak. Tehát valami történt velük, és el kellett menekülniük az adott országból. Nagyon sokan jöttek Oroszország területéről, de nagyon sokan jöttek nyugatról is. Tehát egy végtelenül heterogén közeg volt, és ebben a heterogén közegben alakult ki egy teljesen más zene egyébként, ami nyugaton van, vagy akár hogyha megyünk a Moszkva fele még keletebbre. Tehát tényleg egy kifejezetten különálló terület, és ez a free hangsor valószínűsíthetően a tatárok, ugye a tatárok azok a krími tatárok, ugye azok a mongolok, akik az aranyhorda után itt maradtak, és a krími félszigeten gyakorlatilag oda berakták az egészet. És ugye ők végig össze voltak kötve Isztambullal, tehát a közel-kelettel, mert ők muzulmánok. És valószínűleg ez a hangsor, ez közel-keleti hatás, tehát ugye ebből az izéből jön át, és ezt így, mint ugye tudjuk a népzene, az nem gondolkodik ilyenek, hogy ez szabad vagy nem szabad, ha valami tetszik neki, mint ahogy a kalotaszegi zenében és az erdélyi zenében nagyon sok barokk zenei elem van, egyszerűen hallanak valamit, azt jó hallják, vagy valami hasonlót, hogy valamit csinálnak, amiből az egész egyszerűen úgy mondják azt, hogy egész egyszerűen alá merül ezek a zenék a népi világba. Tehát van a komponált világ, mondjuk a városi világ, és akkor utána egész egyszerűen beszűrődik a paraszti világba. Na most itt is valószínűleg ez a hangsor, ez egy közel-keleti hatásból adódik. És... igen. És akkor visszatérünk a kultúrázba, már kultúrázba vagyunk. Ugye az volt, hogy akkor jött a szovjet zene, ez nagyon hasonló történet volt, mint nálunk a magyar nóta története. Tehát az, hogy van mondjuk egy egységes Kárpát-medencében lévő Magyarország, amire azt mondjuk, hogy ilyen birodalomszerű valami, és akkor az van, hogy ez kell egy egységes kultúrát képezni. És ez egy tudatosan megalkotott dolog volt a magyar nóta, ami azt a cél szolgálta, hogyha felvidéken vagyunk, mondjuk ott a népzenét nézzük, mondjuk ott vannak mondjuk Potta Gézáik, ez egy teljesen más zenei világ, mint hogy lemegyünk a gyimesekig, ahol viszont ilyen ütőgardonnal játszik mondjuk egy hegedűs zerkuláék. Tehát ez annyira különböző zenei világ volt, hogy így kulturálisan nem lehetett volna azt mondani, hogy ez egy egységes magyar történet.
tehát ez konstruálni kellett egy újfajta zenét, amit, hogyha északon vagyunk, a délen vagyunk, a keleten, nyugodt, az ugyanolyan. És azt tudjuk mondani, hogy mi ez, ilyenek vagyunk mi magyarok. Na most a szovjet zene is egy ilyenfajta történet volt, a szovjetek kitaláltak egy zenét, hogy az egész orosz birodalom, szovjet birodalomnál egységes zenekultúrát mutassanak. Ezt önök pontosan jól tudják, a régi időben itt is próbálkoztak a szovjet zenével, minden erről szólt. Tehát hogy azt mondja, hogy Magyarországtól Vladivostokig mindenfele egyetlen egy zene legyen, és konkrétan az van, hogy ez elkezdte tarolni ezeket a fajta régiónbeli különbségeket. Tehát mondjuk egy ilyen dal, amit az előbb hallottak, ez egyáltalán nem illett ebbe a világba bele. Tehát ezeket betiltották. Azt mondták, hogy ez igazából nem illik, nem szabad ezeket énekelni, de helyette itt vannak ezek az új dalok, és akkor nem tudom, ezek ilyen fölülről irányított történet volt, hogy ezeket tanulják meg. Na most kultúrházakban voltam nagyon sokat, és mert ugye általában oda gyűltek össze az asszonyok, és a kultúrházaknak az igazgatói elmondták nekem, hogy ez úgy nézett ez a dolog ki, hogy a 40-es években minden kis falu kapott egy kultúrházat, mert próbálták az embereket a templomokból átterelni a kultúrházakba, hogy alapvetően ne a templomba üljenek, amit ők nem tudnak annyira irányítani, hanem menjenek át a kultúrházba, és akkor ők azt egy kontroll alatt tudják az embereket mondani, hogy miről énekeljenek, miről gondolkodjanak, stb. Stb. És mondták nekem a kultúrház igazgatói, hogy ez úgy nézett ki, hogy központilag Moszkvából kaptak egy nagy könyvet, és akkor benne volt nem tudom én több ezer dallam, és akkor nekik, a kultúrház igazgatónak ki kellett jelölnie, hogy mit tudom, ezt az öt dallamot szeretnénk ebbe az évben a kórussal, az asszonyokkal megtanulni. Akkor visszaküldték, és akkor visszajött a levél, hogy jó, hogy ezt az ötöt szabad, amit ők kijelöltek abból az ezerből. És akkor volt olyan, mesélt az egyik kultúrház igazgató, hogy volt olyan, hogy az egyik területi ember, ő nagyon szerette ezeket a régi baladákat, és becsempészett ilyen dolgokat, hogy ő szeretné, hogyha az ötből az egyik az ilyen régi ukrán balad lenne. Na most, hogy ezt visszaküldték, és aztán ott az ember börtönbe zárták. Tehát ilyen szinten súlyos volt ez a dolog. És azt képzeljék el, hogy ez adódott ebből ennek az eredménye az lett, hogy mivel végülis ez az egész szovjet birodalom nem sikerült olyan hosszúra, ebből adódóan az a dolog történt, hogy ezek az emberek olyanok lettek, mint a két nyelvű emberek, hogy mondjuk apukája német, anyukája magyar, és mind a két nyelven igazából készség szinten beszél. Tehát az, hogy ezek az asszonyok leülnek, és ugyanezek az asszonyok, akik itt ültek és ilyen zenéket énekeltek, ha csak az van, hogy nem irányítjuk a folyamatot, a zenefelvételt, akkor ők azonnal jön a harmonika és jókedvűen énekelnek ilyen, nem tudom, ezért. És az van, hogy ők ezeket alapvetően, hogyha leülnek mondjuk inni, vagy bármit csinálni, akkor inkább ilyen szovjet dalokat énekelnek. És utána mondom neki, hogy de nem lehet, hogy az, ja persze, hogy lehet, és mint egy ilyen csapóajtó az agyuk átcsattan, és egy teljesen más jellegű zenét elkezdenek így énekelni. És gondolkodom, hogy nem hallják, hogy mekkora különbség van a kettő között. Hát nem hallják, hát ez ugyanolyan, ezeket mindig énekelték ezeket. És milyen érdekes ez a dolog, hogy tényleg az van, hogy hiába ugye fölülről erőltették ezt a történetet, igazából az van, hogy ami nagyon izgalmas volt, hogy ezek a szovjet zenéknél is az történt, hogy fölülről voltak dalok, amiket rájuk erőltettek, de aztán utána ennek a nyelvezetét felitta a paraszti kultúra, és elkezdtek ebbe a nyelvbe komponálni. Most mutatok egy olyan dallamot, amit már ez a falu komponált, és ezt a faluból az egyik ember írta a szöveget, és a faluból a másik ember írta a zenét, és akkor az asszonyok megtanulták. Na, akkor megmutatom. És érdekes lesz a... Most annyit, hogy figyeljék meg a szövegnek a különbségét, szóval egészen elképesztően izgalmas az, hogy az egyik egy fölülről irányított művészet, tehát fölülről mondták, hogy az emberek miről énekeljenek, miről gondolkodjanak, a másik meg egy alulról jövő, és hogy milyen különbség van az, amikor spontán jönnek ezek a zenék, és nincsenek elvárások. Mint ahogy nagyon izgalmas az, hogy mondjuk egy parasztember zenéje, vagy egyáltalán egy paraszti kultúrában kialakult zenében, amikor az van, hogy nincs olyan, hogy profitot akarunk abból termelni, nincsenek vele ilyen szívénk, hanem azért írjuk meg azt a dallamot, mert egész egyszerűen szerelmes vagyok. Vagy azért írom meg, mert meghalt az édesanyám, vagy nem tudom. Az egy teljesen más jellegű viszony, mint amikor mostanában mondjuk írnak zenéket a rádióknak, és akkor tudják azt, hogy mi a trend, tudják azt, hogy mi az, ami pontosan sok pénzt fog neki termelni, és csak konkrétan az a probléma, hogy teljesen kirúgózza belőle magát az emberi érzéseket. És érdekes lesz itt is megnézni, hogy ha végig gondolják a dal szövegét ennek, meg mondjuk az előzőnek, hogy milyen más üzenete van és milyen más funkciója van a két zenének. Ez a készülődő dokumentumfilmből egyébként az első résznek a részleteiből jön. Arról szól, hogy bár óriási szegénység, de arról szól, hogy milyen gazdagok vagyunk, milyen jókedvünk van. Hát egy ilyen
milyen jól élő, és éppen megy vásárolni a kisasszony, ez egy jelenet a filmből. Ezért is van az, hogy amikor ők mulatnak, akkor általában ezzel a harmonikás ilyen szovjet zenékkel mulatoznak,
És akkor, na, és akkor beszélünk erről a némiről, ez a Nina Alexejevna, na, erről tudni kell, hogy egy egész, egy guru. Tehát az van, hogy a hölgy, neki is az volt, hogy a szüleit megölték, és ez egy nagyon gyakori történet ott, ami általában így kezdődnek, és mondta, hogy hárman maradtak árvák, három lány, és hárman testvérek, és úgy tartott el a falu, hogy valami egészen elképesztő mennyiségű dal tudtak fejből, és minden nap mentek énekelni különböző családokhoz, akik aztán vendégül látták, és adtak nekik ételt, italt, és gyakorlatilag így éltek nagyon sokáig, és ebből adódóan valami olyan egészen elképesztő mennyiségű dalt volt fejből az asszony, hogy az valami hihetetlen. Vele volt egy olyan történet, hogy az egyik dal, amit abban a Kreskipa nevű faluban, ahol mondtam, hogy leírták a szövegeket, mutattam neki dallamokat, és mondtam neki, hogy tudom, hogy nekik van egy dallam, ami ugyanaz, nem a dallam, hanem a szöveg ugyanaz, viszont ők a felénél abba hagyják, hogy miért van ez. Mondta, hogy ja, ő tud még 10 verszakot hozzá. Ja, mondom, igen? És mondom, soha nem szokták énekelni. Ja, nem szoktuk énekelni, de ő tud, a többiek nem tudnak, de ő tud. És akkor az volt, hogy fogtam és leírattam vele azt a plusz 10 verszakot, többi asszonynak kiosztottuk, és akkor fölénekelték az ő falujuknak a verziójába, amúgy ez teljesen elveszett volna. És ez az asszony az, aki tényleg olyan mennyiségű zenét tudott, hogy oda költöztem hozzá, és akkor ott énekelt nekem naphosszat, akkor éjjel elmentem aludni, akkor hallom, mondta nekem mindig, hogyha nem tud aludni, énekelni szokott, hogy ne ijedjek meg, és akkor hallom, hogy valaki énekel még éjjel is, meg ide. Akkor egy ilyenre emlékszem, hogy ki kellett mennem, hát pisilni, na, ki kellett pisilni, és olyan volt a szoba, ahol laktam, hogy keresztül kellett mennem a némnek a szobáját. Ilyen kedves, ilyen néni ugye ott, ilyen hálóimbe ott feküdt, ott izé, és hogy halkan így próbáltam keresztül menni, nehogy fölébresszem, és ő ilyen kint volt a WC-n, kint az udvaron. Mentem keresztül, és hogy felriadt, rám nézett, és akkor elkezdte ott mondani ukránul, azt értem, hogy ó, te szegény, ki fogsz menni a nagy hidegbe a WC-re. Én mondom, nagyon kellett pisilni, és akkor fogod, megölelt, irángatott. Nem. Én csak szeretnék kivenni, azért húzogatott ott magához. És akkor kimentem a WC-re, jöttem vissza, meg azért, hogy sikerült. Nézd, elképesztő volt. Siker, igen. Azért ez egy nagy teljesítmény, ezt beláthatjuk. Lehetne az ágyban is mindent. Na és itt tetszett tényleg általában, hogy körülbelül ilyen hangulat van. Ez hogy sokat nem tudunk beszélni, viszont azt ugye tudni kell, hogy általában az van, hogy az ember oda megy, és tényleg érdeklődik a mondjuk az asszonyoknak a dalai után, az van, hogy egy pillanat alatt ezek a dolgok, hogy ő, nem is tudom, idegenkedik egy idegen, tudod, meg nem akar vele beszélni, ezek így megszűnnek. Tehát az van, hogyha látja, hogy én is zenész vagyok, előveszek egy gitárt, szoktam én is énekelni, és ezek megszűnnek ezek a fajta ilyen ellentétek. Az van, hogy azt érezem az asszonyokon, hogy tehát ez egy olyan dolog, hogy mondjuk van mondjuk egy asszony, akinek nagyon-nagyon szép a kertje sok virággal, és körülötte meg nincsenek ilyenek. És akkor bemegy az ember, mindig csak hát nézik, hogy minek van ez a sok virág, többinek nincs ilyen igénye rá, és akkor egyszer csak jön valaki, és akkor ú, de szép ez az orhidea, de szép, és akkor hirtelen így azt mondja, hogy tényleg, hát ugye milyen szép, hát látod, és akkor az van, hogy hirtelen van egy közös platform, hogy azt mondja, hogy a faluban ezeket az asszonyokat csúfolni szokták már, hogy jaj, hát ilyen farkasvonyítás, meg hagyják már abba a fiatalok. És ha jön valaki, aki szintén fiatal, és már elkezd mondani, hogy énekel, és akkor énekelnek, akkor tényleg nagyon tetszik, és mondani, hogy fantasztikus, tényleg fantasztikus, és akkor hirtelen ilyen unokájuk leszek, vagy nem tudom én. És az van, hogy ezek a csatornák hirtelen nagyon gyorsan megnyílnak. És az van, hogy hiába már 3 napja ott énekelnek, már látom rajta is, hogy fáradnak, de szívesen mutatják ők is meg, mert érzik azt, hogy azért ez a régi világ, a régi életük, stb. És érzik azt, hogy fontosan ezeket rögzítenek. Na és akkor tovább megyek, megmutatom ennek a falunak egy másik dalomát, és hallgassák meg, hogy ez volt ez a nagyon szép izé, hogy jól élünk, ilyen hűtőrács, olyan mosoly, olyan izé, nem tudom én. Ez a dallam, tehát azt hallgass, ez olyan, mint egy ilyen kortárs mű. Hát először, amikor ezeket a dalmokat hallgattam, akkor én megmondom, én bevallom őszintén, hogy nem tudtam megjegyezni őket. Tehát tényleg többször vissza kellett hallgatnom, hogy értelmezem a dalmat, mert nem tudom megérteni. Ráadásul az van, hogy ugye Solymáron vagyunk, ugye az van, hogy itt is a sáv néni, a sáv embereknek az éneke, az 2 szólamú volt alapvetően, de ez tercelésként működött. Hát az van, hogy ment a fő szólam, és egész egyszerűen terceltek alá.
Na most itt majd hallani fogják, hogy nagyon sokszor tercelésről van szó, de a szólamok egész egyszerűen elkezdenek kinyílni valamikor kvartot, kvintet, oktávra megy, stb. Szóval valami egészen, és ugye maga az alapdallam is olyan, mint egy ilyen kortársmű, most már úgy tűnik, mint egy ilyen 20. századi történet. Ez olyan hasonló, mint amikor a mezőségi népzenében is csak dúrokat használnak, nem ismerik a mollot, nem is játszanak soha, és a mollos dallamokat dúrosan játszanak, és akkor olyan, mint hogyha valamilyen 20. századi kortárs zene lenne, és aztán a Bartók a Kékszakálló Hercegvárában az 5. ajtónál ugyanezt csak ennyit csinált, hogy berakta ezt a mezőségi gondolatot, és az egész világ el volt egy, hogy hú, de modern gondolat, nem tudom. Ez érdekesek, ahogy ezek újra és újra terveződnek. De most hallgassátok meg ezt a dallamot. Ez ugyanaz a falu. Oly zabíj, lesz nyíski, taj zabíj, levé. Brat, ni sestra, da hej, hej.